Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, mi az ő gondolata? A második kérdés, hogy érzi magát? A harmadik kérdés, mit fog tenni? Mielőtt elemezném a kártyákat, elmondanám azt, hogy minden hónapban, hónap végén megjelenik az ingyenes hírlapom. Ez megrendelhető e-mailen keresztül. Minden hónapban van egy téma, egy havi asztrológiai előrejelzés, egy havi angyal, és azok, akik megrendelik a hírlapot, kapnak minden hónapban egy kedvezményt fél áron. Egy jóslást asztrológiával együtt. És most megnézzük a kártyák jelentését. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata. Itt látható egy özvegy férfi. Ez utalhat egy örökösödési ügyre. Ez utalhat egy idősebb férfire, ez lehet az apukája is. De mint mindig, a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, és ez a kártya mutatja az ő tartását. Visszahúzódó, szomorú, eltöpreng bizonyos dolgok felett, egyedül érzi magát, nem lép, de látható a tartásán, hogy mennyire szomorúnak tűnik. A második kérdés, hogy érzi magát? Itt látható a szerencse, tehát ő érzi azt, hogy ez az egyedül lét, ez a szomorúság hamarosan elmúlik, és beköszönt a szerencse, minden jóra fordul. A harmadik kérdés, hogy mit tesz irányodba? Itt te vagy látható ezen a képen, amennyiben te egy hölgy vagy. Te állsz a középpontban. Megkapott tőle az elismerést, de vannak elvárásai, hogy kimutasd a szeretetet, a szerelmet, az érzelmeidet. Lehet, hogy most te is visszahúzódó vagy, és emiatt érzi magát egyedül, és emiatt szomorú. Mi köt össze benneteket? Itt látható az állandóság, tehát stabilizálódik a helyzet, ami a párkapcsolatot illeti. Ez a kártya itt középen gyakran utal a munkára, a hivatásra is. Lehet, hogy lesz egy közös tevékenység. Az is előfordulhat, hogy ez egy munkahelyi kapcsolat. Vagy azt jelenti a kép, hogy rendeződnek a dolgok a párkapcsolatot illetően, és ezen kívül még fontos a munka, a hivatás, nem csak nála, hanem nálad is. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!